Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Most nyomd a pirosat! Na no, a no, Brava csak szlósa? te is megcsináltad a tilalmát? Mm -hmm. kell? nagyon jó. Én is megnyomtam a pirosát. Mindenki piros. Ez itt a Hello Party, az MD Media Night Rider podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Hello Party, a Parallaxis Retroversum Night Rider podcastjének hatodik része, a mikrofonnál Gizur Gergő ezúttal az Egy Csepp Vizet Se című részt vitatjuk meg, amelyben a gátlástalan Hör Bremen a farmerek számára létfontosságú víztől fosztja meg a tehetetlen gazdálkodókat, akik nem tudják megvédeni magukat. Kivéve a Morgan családot, akik felveszik Brémen ellen a harcot. A beszélgetés során partnereim lesznek a műsor állandó és újon szakértői, a régi motoros Dankó Dániel Tibor. Szia Dani! Sziasztok! és az újonc Melon Attila. Szia Atilla. Sziasztok, Pajtik! Titeket, kedves Pajtik és hallgató pedig arra szeretnénk kérni, hogy ha módotok, kedvetek van, támogathatok minket a patreoncom Paralaxis oldalon, és akkor mindenkinek nagyon jó lesz. De most nekünk is nagyon jó, mert hogy Attila, akit ti már ismertek, és mi is ismerünk, most itt van velünk, és mostantól ő lesz a mi pajting. Jó, kitúrtam Ádámot innen. Így van, kitúrtad. Aki ennek úgy... örül, azt tegye fel a kezét. <laughs> Mielőtt neki vágunk, illetve már vágjunk is bele, ugye az első vagy az hetedik része, ahogy mondtam, ez az Egy Csepp Vizet Se című rész, amely a Not a Drop to Drink című eredeti címmel rendelkezik, hát ezt tök jól lefordították, Ezen 1982. november 5-én jelent meg az usa -ban nálunk pedig 1992. augusztus 15-én vetítette a TV2, ugye, akkori TV2, és akkor egy kicsit a színészekkel, illetve a szinkrohangokkal, ahogy szoktunk, bár ugye a Night Rider-ben megszoktuk, hogy itt azért nem olyan brutális azért a színészgárda, mint mondjuk, hogy a Kálámbóba szoktuk, de ugye beszélünk például a Herr Bremerről, arra bizonyos rossz fiúról, aki el akarja venni a vizet az uraktól és a hölgyektől, őt Balázsi Gyula szinkronizálja, és az őt alakító színész Jason Evers, aki 1922-ben született és 2005-ben hunyt el, és vele még fogunk találkozni egy Rider részben. Aztán vannak egy Francesca Morganünk, aki gyakorlatilag a farm tulajdonosnak a menye, és ő az egész csapatnak a vezetője, ennek a Morgan brigádnak vagy klánnak a nagy vezetője, ez a harcias nő. Őt Simon Mari szinkronizálja, és az ő tarakító színésznőt pedig Sondra Körének hívják, aki 1947-ben született, és ő elsősorban sorozatokban szerepel, és ő még ha pajtik nem is, de mi majd nyomozásaink során két kalámbó részben majd találkozni fogunk vele. De az még majd arrébb van. Van nekünk egy Josh Morganünk is, aki maga a farm tulajdonos, és ugye Francescának, ennek a harcias leányzónak az apósa, ő Dobránszki Zoltán szinkronizálja, és az őt alakító színész pedig Harry Carey junior nak hívják, aki 1921-ben született, majd 2012-ben hunyt el, és ő zömmel western filmekben játszik, ez a fizimiskáján talán kicsit látszik is, és például ő szerepelt az Ördög jobb és bal keze kettő, című Bud Spencer Teres Hill filmben, ahol az apa szerepét játszotta. Jé, én ezt eddig nem raktam össze, pedig imádom azt a filmet is. Na, Na látod? Mert <laughs> hát persze, mert ugye nagyon el volt maszkírozva biztos. <gül> <gül> és csak a záráskép említsük meg még kevin aki Francescának a fia, és hát ő Gloss Viktor szinkronizálja, és talán a hallgatók emlékeznek, hogy Gloss Viktornak már volt ugye emlékezetes emlékezetes idézelve szinkron alakítása egy Night Rider részben, úgyhogy nem is akarok erre kimenni, nem akarom, nem akarom szegényt, mert az önmel Ádám savaszt a szegényt, tehát, hogy hagyjuk is. Jaj, Michael, az Huggy látod azt az autót odakint, milyen jó, úristen, milyen jó. Őt egyébként Cory Bumper Yoders nevű színész alakítja, aki hát nem igazán vitte sokra egyébként a pályafutása során, összesen 8 keretét szedett össze, és a Night Rider talán volt a negyedik vagy ötödik. Illetve a részben még hallhatjuk Csankó Zoltánt, Úri István, Makai Sándort, Martin Mártát és Dalló Szilviát is. Ennyit a színészekről és a szinkronról, így is gondolom sokat mondtam, úgyhogy aki tudja, hogy mennyit kell tekerni, ez pont most jó helyre tekert. Hát, hogy indult ez a rész, miről szólt ez az egész? Az elején szerintem egy óriási poénnal kezdődik mindjárt, hiszen megtudjuk, hogy az alapítvány ügyvédjét úgy hívják Véd, aki a Véd ő Igen. <síns> 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 Szóval a lényeg, hogy a farmerek ugye egy kis társulást alkotnak, akik megküzdenek itt a gonosz erőkkel, és ugye hát lényegében azt lehető ki, hogy egy ilyen pertársaságot alapítottak, lényegében az alapítványnak a segítségével, és hát éppen azt ünneplik, hogy megnyerték ezt a pert, ugye övék lesz a víz, innentől kezdve ez a Brenner nem gonoszkodhat velük, ennek még lesz szerepe, szerintem egy későbbi poénból, hogy kapnak egy jó kis ajándékot, ugye és akkor egy rövid beszédet itt elmond a védügyvédnő mindegy a lényeg az az, hogy ugye a hölgy főszereplőnk az itt látjuk, hogy már nagyon mocorog zizeg ez az egyik, amit látunk és hogy igazából látszik, hogy olyan, olyan marhára nem örül ennek az egész dolognak a másik, amit viszont ugye a vágóképeken látunk hogy rossz arcú alakok settenkednek egy gát körül mindenféle robbanószerekkel és közben mondják, hogy ne izgulj Alex azzal a kis magas enyhén szop, szoprá hangon. Itt a lényeg, ugye összefoglalva, hogy akartuk, hogy az jogért és igazságért alapítani, ugye elvileg a bíróságon megnyerte a pert a farmerek számára, hogy már pedig ez a víz az övéké, nem pedig ez a bizonyos herb bremen, ez a brémai herb nevű úriemberé, és ezt ugye ezt ünneplik, de hát ugye Freni vagy, hát mindenki... Brémai Hermann. Nem csak, nem, nem, nem csak én hallom félre mindig a nevét. Igen, mindenki magyar, tehát ezt tudjuk, ezt megtanultuk már, hogy a világban mindenki magyar, úgyhogy mindenki, ő is valamilyen szinte magyar, csak német. Na, azt ünneplik, hogy hát megvan ez a bizonyos papír, de hogy ez a Freni vagy Francesca Morgan, ez a bizonyos harcias lány, ő már tudja, hogy itt balhé lesz, mert hogy ez a Brémen nem fog ö, nyugodtan a hátsóján ülni. Úgyhogy... Ö, és hát hiába a nagy ünneplés, ugye az ünneplés során ugye fel is robbannak azok a bizonyos gátak, vagy a jó tudja, hogy pontosan mik azok. És itt nem tudom, hogy észrevettétek, hogy ez a nagyon jó reflex megvan, ugye ülnek a gyönyörű szép piros-fehér kockás nézethálos abrosznál, és ugye robban a robbanás, és mindenki felpattan, de azért a koma azért a sörös korsót az asztalra felpadna, viszi magával, az azt nem hagyja ott. érted? Robbant tőle, nem tudom, pár száz méterre a, mi a bánat az, a gát, de azért a sörike jön velem, tehát ez nem vagyom ott, érted? Ki tudja? Gondoljunk azért bele, lehet, hogy ezt negyedszer vették föl, első két alkalommal ott hagyta, a harmadik, meg vissza magamba. És visszajövünk még, aztán nem jöttek vissza. Hát ők nem jöttek vissza, igen, mert ugye rögtön, ugye akkor úgy gondolták, hogy itt az ideje ugye megpróbálni ezt a kárt elhárítani kiderítenem, ugye történt. És hát ugye kiderült, hogy hiába van itt jogilag nekik igazuk, ebből bizony nem lesz semmi, úgyhogy Freninek lesz itten igaza. Az kiderül egyébként, hogy a főgonoszunknak, Hörbnek mi az igazi indítéka? Most lehet, hogy nekem sikkadt el a dolog, de úgy... Föl akarja vásárolni ezeket a farmokat. És hogyha nincs pénzük, mert hogy ugye nincs vízemvel a dögöket eteti, tudják, akkor ugye fél el fogják adni, mert hogy nem, hát nem ér semmit a terület így. Hát akkor egy szédült szemiklónnal van dolgunk, úgy érzem. Hát Az lássuk be, hogy ez a világtörténelem mondjuk utolsó két 300 évének egy elég uh, fölkapott módszere. És hát ugye most már <laughs> megtudtuk, hogy így uh, a megoldás mi más, mint Michael lesz, hiszen uh, meg, 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 kell várnunk, amíg megérkezik egy bizonyos bírói kötelezvény, viszont addig ennek az egész Morgan bandának, vagy Morgan klánnak a törvényes utakon kellene maradnia, tehát mindenféle törvénytelen eszköztől távol kellene maradnia, mert különben a bírói kötelezvény nem lesz érvényes, úgyhogy Michaelnek ilyen nagyon sok fontos feladata van. Először is meg kell akadályozni, hogy a Morgan klán törvénytelen dolgot csináljon a brémai muzsikusokkal, illetve meg kell védeni a Morgan Klánt, hogy az ő vízükkel ne történjen semmi. Igen, igazából a kettő fronton kell itt Michaelnek harcolnia, fel van adva a lecke. És nem is akárkivel, hiszen úgy van beállítva ugye a Francesca Morgan, mint Michael-nak a női megfelelője. Igen, ez így van, nagyon jó, mert de Devon még közli is Michael-lel, hogy gyakorlatilag olyan, mint te. Makacs, harcias. És robbanékony. Igen. Egy olyan részben, pláne jól hangzik, ahol ennyi dinamit van. Lehet, hogy az egyik gátot vele robbanják fel, hanem nem figyel. Egyébként van még egy óriási különbség köztük. Hát hogy a nő is férfi. Mindegy, későbbiekben lesz, amikor igen közel kerülnek egymáshoz. A testmagasságuk. Ez egy borzasztóan nagy különbség. Ugye, Michael, azért tegyük hozzá, az hogy David Hasselhoff mindegyik nőjénél hat, hat, fej, hat fejjel magas. Na jó, de hát több mint 190 centi. De hát, hát minde, de de figyelj, mindegyik lány, akit megölel, ugye ebbe is van egy ölelős rész, majd később nyilván lelők a poént, ez hát ezt tudjuk, hogy így lesz még, hogyha az elején. Igen, ne, ugye... szóval ez senkinek nem okoz meglepetést. Freddy eleinte nagyon ellenséges Michael, -e, de ezt tudjuk, hogy előbb-utóbb ez a gát, ez a gát is berobban. Hát Rátszokod, hát igen. Én még tényleg most befogom a számat, és kicsit vigyétek ti a sztorit. Én nagyon fontos, hogy kit kap egy új feature ugye, mert benne vannak ebbe a bizonyos kamionba, és hát azért azt meg kell említeni, hogy micsoda kis flirt van Michael és Bonnie között, ugye, mi ezt már beszéltük több részben. Hát ez nem, nem is kicsi, Eddig hát azért. Hogy, hogy itt, egy, eddig az volt, hogy, úgy kerülgették egymás finoman, de itt most, itt most azért Bonnie is elég, elpirulva érezte magát. Szerintem borzasztó csúnyán nézett rá, amikor beszólt neki. De közben meg azért, azért azt éreztem rajta, hogy most ez így Szóval valami, valami, van a levegőben. Amikor először elkezd Michael közeledni Bonihoz, hogy már megint mit bütykölsz konkrétan, olyan feje van Michaelnek, mint egy kacsának, tehát így a szája így alkát beharapja, az első fogai kin vannak, és mint egy csak próbál mögé kerekedni. ezek után nem csodálom, hogy elpirul Boni, hogy mi a franc, tehát így, igen, támadni akar. Vigyázz, támadni akar. <laughs> és erre kit kap egy új feature hogyha Michael támadni akarna, akkor ezt a bizonyos, bizonyos grappling húkot, a vagy csákja, vagy szigony, vagy kampó, ugye tök jó megfelelői vannak, hogy a kit megkapja ezt a feature-t, amikor megnyomjuk ezt a bizonyos a grappling hú, hú gombot, akkor kit hátrafele kilő egy szigonyt, vagy egy kampót, amivel cuccokat tud maga után vontatni, vagy bármi esmi. Tehát innentől fogva tudjuk, hogy ennek a feature-nek a mai részben szerepe lesz majd a későbbiek folyamán. Különben miért kapta volna És meg? Ez már kikerüli azt a problémát, amit korábban láttunk, ugye az alfa áramkörre. Ugye az Attila kedvére hogy meg azoknak a renitens kedves hallgatóknak, akik esetleg nem tudnák, hogy a kitnek az első, illetve a harmadik részben megsérült az alfa áramköre, mert hogy autót vontatott. Dani szakértőnk ékes megfigyelésének <laughs> köszönhetően, ugye neki kellett néhány rész, hogy ezt a dolgot áthidalják, de most már ugye a szigonynak vagy kampónak köszönhetően az alfa áramkörök biztonságban lesznek. Valószínűleg az alfa áramkör egyébként rá van kötve, tudod erre a vontató Azon ló. Ennyi lehet egyébként, bocsánat, hogy engem légy és hogy tegyél most a ránitensek közé, mert tegnap este éjjel háromig hallgattam az összes részt visszamenőleg, úgyhogy... Hogy is ritka pillanat következik. Kérem a plecsnimet. Meg lesz az a kis gomba is, meg a törpe is. Meg a maci. <laughs> maci. Na, maci pecsét. <laughs> guruljunk tovább a történettel, hogy kit is gurult, miközben Michael aludt. E, igen, a tizedik percnél. A, hozza a Tesla feelinget. És a legszebb még meg is jegyzi, hogy ott az autó, aki dolgozik lényegében, tehát viszi őt, és megjegyzi, ő még hotelszobában nem tudna ilyen jót aludni, mint itt. Hát azért... Két helyébe egy beszóltam volna erre egy kicsit. Kényelmesen vagy, mint egy hotel Szebb vagy, mint egy álló lámpa, hát mert ez körülbelül. Figye, van nagyon szép álló lámpa. No, de a lényeg, a lényeg, kit veszélyt érez. Egész pontosan masszív fénymennyiséget érez maga előtt, ami bizony három hatalmas uh, munkagép testében manifestálódik. Nevezzük buldózernek, mert az olyan, olyan keményen Igen. hangzó szó. És, és leírja a látványt. Mégis ellenfelekről van szó a látványt, és leírja, és kemények. Szóval három buldózerre megpróbálják bekeríteni őket. Lényegében erre kell egy hatalmas trükköt kitálnia, mert hogy átugrani itt már nem tudnak. Ugye? Tehát mi lesz Michael-lel? Megpróbálja összeterelni a három buldózert és természetesen ez sikerül. A buldózer viszont egy nagyon jó edzés is lesz később kitnek. Klasszikus ski móddal élnek, nem is akárhogy, hiszen helyből pattan föl, így jobbra két kerékre, és tolat kifele. Szóval így, így, még nem láttuk a ski módot, tehát láttuk már lendületből, láttuk már, és mindig előre ment, de az, hogy szinte álló helyzetből gyakorlatilag azonnal, mint a kutya, ha pisilni szeretne, fölemeli, és már tolat is hátra, hogy én itt se voltam. Azért ez nem semmi, és az a kutyás hasonlat azért is érdekes, mert a következő ebben szegény kitett bizony, a kutya le akarja pisilni, mert ők közben megérkezik. Igen, ahogy aki itt odállt, a kit odaállt a buldózerhez ez úgy állt oda hozzá a kutya egy kicsit később. Igen. Az autónál még annyira visszatérnék, hogy így, hogy az oldalán láttuk az autót, jobban megfigyelhető, hogy hogyan vannak a felfüggesztései, és látszik, hogy itt igazából ténylegesen. Látod az Igen, pontosan ott volt a jobb hátsó kerék mellett, akkor. Nem, igazából csak Szimplán annyi, hogy gyakorlatilag ez egy ö, buggy amire rá van húzva egy kaszni, és hogyha egy szépen ki vannak kockázva a képek, lehet látni úgy a ráhegészett vázat is kis kasznira. Na most egy világ omlott össze bennem. De ezt úgy kell néznünk, hogy ezt mi VHS-en nézzük, és akkor nem látjuk ezeket. Na. Így van, nem, nem szabad ezt HD-be, full HD-be, meg pláne nem. Csak azért, hogy Michaelnek a vonalai szebben kijöjjenek. Maximum, hogy látsz, hogy milyen magas és dalia, de amúgy nem. Igen, viszont hogyha már négy kára vész, már melszőr is darabonként megvan. <laughs> Téged is, el is ki is nézem, hogy megszámolod de menjünk a sztorival, mert megőrülök itten szegény Michael Melszöréről beszélgetünk a helyet, hogy arról beszélgetnénk, hogy mi újság van. Hogyan lehet közös nevezőre jutni Helivel? Vagyis Frenny. A kutyát? Fre nem, nem, nem. A ja, ja kutyával. A kutya nevét nem írtam fel. Maradjunk ebbe, hogy nem tudjuk. Mert <laughs> nem nagyon volt közös nevező, mert fogta és lepisáltak a tehát nem nagyon volt itt mit szépíteni. <laughs> de itt volt egy igazi vadnyugati jelenet már mindjárt egyébként, tehát ugye ahogy megérkeznek Michaelék, az nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy... Ja, oda tartják? Persze, hogy igazából az egész család shotgunnal <laughs> fogadja michael -t. Ez egy ilyen marra jó megkomponált történet. Ezért nem igazán ö, ugye az, új, az idegennel. Ugye gyakorlatilag, hogy Attila mondja, hogy gyakorlatilag oda a fegyvert, hogy hát te, hát te, hát te mit akarsz, itt támadni akarsz, é vagy nem. Vagy ahogy szokták mondani a klasszikusban, hogy nem igazán kedveljük a te fajtádat errefelé. <gül> 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 Csak hogy fontosan utaljunk vissza. De hát aztán ugye végül is az após, Josh, ugye elég gyorsan megenyhülik. én tök jó fej az öregén, imádtam végig, szerintem tök jó fej volt. Ő elég, elég gyorsan kibékül, hogy jó van, akkor ez jó srác, és hát ugye gyakorlatilag Frenny az, aki folyamatosan próbál ellenséges vele, hogy jó van, bánom, én csinálsz itt, amit akarsz, én megyek, azt majd én leszek itt a király és hát egészen addig fajul ez a dolog, hogy Bobit a bikát szeretné bevetni Freni, és aztán szegény Bobival a bikával bizony lesz egy kis eset, de milyen esetünk lesz majd. A, amikor ez az egész, hogy megindul a bikával, mégis mit tervez? Hát esetleg a bika elszabadul ezek, és akkor Michael-nek ez a visszakérdezése, tehát ez a hót naivat, hogy esetleg valaki megsérülhet ebbe. Nem, ott, ott megy egy egy tonnás bika, nem sérülnek véletlenül se senki. Amit körülbelül csak úgy sétáltat, mintha egy macskával ment volna ki a parkba, tehát így mi se történhet, ő meg csak úgy megy. Azt követően meg majd kerekednek a szemek, amikor elszabadul a bika, mert éppen mérges lesz, a nő pedig úgy meglepődik, hogy mi történt. Igen, szóval lényegében azért annyira össze balhéznak michael hogy a bikát úgy elengedi közben, a bika elszabadul, és hát valahogy ezt be kéne fogni, na hát uh, erre Májkövég is megkéri kitett, hogy na akkor egy kis bikaterelés lenne a következő feladat. Kit a lényegében torráldorral változva, a bikát jó lefárasztja és megszelidíti. Ez szerintem utána fölírhatja majd a CV-ébe, hogy és Torádor, vagy... Azért ott volt egy szép kamera jelenet, amikor közelről felesbe mutatják Kitnek ugye az orrát, a szépen megy a kis pirossáv, és ott van a nyitott ajtó, mint tükröződik a bika, ami éppen támadni készül. Volt előtte, tehát egy, 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 egy drámai szitu volt nekem legalábbis, hogy Michael próbálja lebeszélni, és is jó belátásra bírni, hogy ne törvénytelenkedjen, ne buzgálkodjon, holott mindig Michael az, aki állandóan ilyeneket csinál, tehát hogy az a, annyira fura volt nekem, hogy jaj, ne csinálj, a ő csinál mindig mindent a saját törvényei szerint. Így kapta meg a saját inverse szerepét igazából. Milyen, milyen, most megtudtad, hogy milyen szar, amikor őt próbálja Devon győzködni. <hállal> Na aztán Michael egy éjszakai jőrjáratot vállal, és hát a rossz arcok úgy vélik, hogy jó ötlet kitett ellopni. Ez azért szerintem eddig még soha senkinek nem jött be a sorozat folyamán, meg nem is fog a jövőben se, hogy ez egy mennyire jó ötlet. Na jó, tehát senki nem tudja, hogy kit egy szuperautó. Itt még, igen. tehát ez nem egy sorozat és nem a Nighter, de most tényleg az lenne a legnagyobb trükköt, hogy ellopom az autódot, köcsök. Tehát, hogy miért? Hát ott hagyja a pusztán, hát ha nem talál vissza, nincs terepismerete. Nem tud lovagolni. Igen. Na figyelj, ilyen pusztán nincs, nincs kocsid, nem tudsz lovagolni, ott maradsz. Úgyhogy végül is ebből a szempontból nem volt ez egy annyira borzasztó rossz ötlet, bár azt hiszem elhangzik aztán, hogy erekének akarják megtartani az autóját. Tehát kit megoldja, ugye beparáztatja teljesen a rossz fiút azzal, hogy villog rá, üldözi, minden csinál vele a sász teljesen beturbózik, és közben Michael is kiosztja a maga pofonjait. És this is a beginning of a beautiful friendship. Kit és Michael megoldja ezt a három embert leszereli, Michaelre jut kettő, kitre egy, de aztán ugye annyira beparáznak, hogy mindenki elfut a retekbe, és akkor aznak nem lesz akció. És aztán mi jön ezután, Michaelék ugye a Bremer, Bremen fajára. farjára? <gül> <gül> Tehát farmiára tartanak. Ez a Bremen farmi, nagyon szép szó. Oda szeretnének menni nyomozgatni, de hát ugye összefutnak ezzel a beginning of a beautiful friendship úriemberrel, aki szerette volna elcsedni kittet. És Michael csak ennyit szó neki, hogy játszd el, hogy ufó vagy. Ha, <laughs> <Ó, gül> vagy. Hello, földlakó. <gül> <gül> Tehát, hogy ilyen szinten elkezdni neki nyomni a szöveget. Csinálja a kis mutatványait villogással, dumával, de tényleg olyan, olyan szövegeket, nem tudom honnan ásta volna elő valójában kit ezeket, de az ilyen korai ufós alien érkezéshez szifik abszolút érzését hozza benne, óriási, tehát ez kedvenc volt a filmben. Hogy amit me megszoktunk mindig, hogy odaszorít a kerítéshez, mindig úgy kap el valakit, majd kinyitja az ajtót, és mondja, hogy szálljon be földlakó. <laughs> Föld lak, ön nem akkor lesz bajban, ő most van bajban. Válaszoljon a kérdésre. Na a lényeg a lényeg, hogy kihúzza belőle az a kérdés, hogy hát mit tervez ez a Brennan, milyen csintevésben törik éppen a fejüket. Lényeg a lényeg, ugye az ettől a kis ufó számtól annyira maga alá <kül> piszkít emberünk, hogy a lényegében elárulja, hogy hát annyit tud, hogy valamit a fővezetékkel akarnak mókolni, úgyhogy lényegében a nyomozást ezzel sikeresen zárták a kis számmal. Ugye rögtön Michael a bizonyos fővezetékhez siet, ahol már egy gyönyörű, szép, hatalmas markoló mókuskodik. Akitől kit szó szerint megretten, ami egy kicsit azért fura, hiszen az rész el egyik előző pontján kijelenti, hogy hát neki nincsenek érzései, ismét önmagát folyó meg ezzel. De realitása van. Hát realitása van arra vonatkozóan, hogy most most fél, hogy kilapítják, ám halálos manőverekben pedig kiment egy tüzérségi gyakorlópályára, ahol éles lőszerekkel lőttek rá, attól nem rettegett ellenben most meg egy markolótól. Azért régi firmware volt ott, még nem volt meg benne ez. vonóhoroggal ezt is így upgrade-elték. Igen. igen, egyébként ez uh, érdekes, az a félelem érzett dolog, tehát lehet, hogy uh... Mindenesetre hát egy, 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 maga egy önvédelmi program fut le, és ő ezt félelemnek érzi. Hát vagy csak mi veszük annak, mert hogy kitett emberként tekintjük valamilyen szinten, és valószínűleg az alkotók is emberként próbálják nekünk ugye tálalni. Hát erről az első részben azért elég sokat beszéltetek, ugye, hogy ehhez még ugye ráadásul a magyar szöveget, a magyar szinkron még pluszba hozzáad. Összeg ezért érzük félelemnek is. Bár valószínűleg szerintem nem titkolt ö, szándéka volt az alkotóknak, hogy, hogy kicsit érezzük is ezt egy él, élőszövet, egy fényvázon. Ah, erről volt is szó, tehát ez egy buddy movie, buddy moviehoz kell két buddy. Na, és akkor itt szerepet kap, ugye ez, amit a Dani említett az elején, ugye ez a vadi új feature. Én azt vártam, hogy egy kicsit így jönni fog egy ilyen csillagok háborúja birodalom visszavágjelenet kontra a kit és a markolóval. De hát sajnos nem lett így befonva. Tehát ez egy másik markó, ez nem ugyanaz. Nem ezzel volt a, nem ezzel volt a feszkó, úgyhogy ettől főleg nem úszod meg, hogy elmond a kedves hallgatónak, hogy hogy sikerült legyőzni ezt a markolót, ha sikerült egyáltalán. Kiukasztja a kerekét, majd elkezdi a rakéta meghajtással vontatni, és kit megdicséri michael hogy racionálisan is jól döntött. Hiszen két olyan képességet kombóz, amivel gyakorlatilag el tudták vontatni azt az egész markolót és számunkra ez a turbobusz továbbra is egy örök kérdés maradt, hogy ez most ugrat, vagy csak megbusztolja az autót, vagy mitől függ ez, mert most ugye most megint nem ugratott, hanem gyakorlatilag padlógáznak felelt meg, hogy így lehet ilyen csúnyán fogalmazni. Uh -huh. Hát meg ugye sugár meghajtásnak is szokták ebbe nevezni, de most, hogyha ugye valójában az lenne, akkor ott lényegében az egy pár másodpercig tartana, de itt látjuk magát, hogy ezt a markolót, hát hosszú percekig küzd vele, hogy elvontassa. Tehát... Hát mert Michael is feszül a székben, mint állat, mint a, a, a űrhaj, űrsiklon menne föl. Így van, és, és legalább 15-tel küzdik előre azt, de lehet, hogy csak 5 km per órával. Valójában ugye, hogyha valami ilyen sugárhajtó, minden ez elfüstölne egy pillanat alatt, hát nem tudna annyi üzemanyagot magával hordani, vagy akkor kit mindig egy tartálykocsit eleve húz maga mögött, <laughs> amiben egy kis sugárhajtómű hajtóanyag van. De hát a lényeg a lényeg, hogy ahogy a Dani mondta, ezzel a kis extra kombóval azért csak megoldják, hogy elrángatják azt a markolót a fő vezetéktől. Pedig kapaszkodik piszkosul. Meg még ráadásul oldalra is húzzák, tehát nem véletlenül sem ugye előre, hátra, mert úgy normál esetben mozognának a kerekei, a lehető legkönnyebb módot oldalra, úgy kell. Hát mert ő kemény, ő így is meg tudja csinálni. Neki nem kell a kerekek segítsége, érted? Egy egyszerű primitív autónak érted? Lehet, hogy egy sima dolog, ezért rendszemes el tudnád húzni, de hát, új, ilyen kerekekkel már nem. De tényleg az, az még egy dolog, hogy oké, okay, hogy ilyen sugár de ez milyen tapadása lehet a kit, kerekeinek? Pedig amikor nyomja, akkor mindig kipörög a kerék, de aztán utána hirtelen tapadni kezd, és onnantól fogva el nem engedi. Ja, hirtelen szöges gumik kilövi a szögeket. 5 méterre ilyen százaszögek szögek kijönnek belőle, és felállt a talajba. Mert azért lássuk be egy ilyen markolónak, ugye maga az, hogy mekkora kerekei van, de hát barázdák ma akkorák rajta, hogy érted. Hát meg egy pöttyet nehezebb. Kitnek a félkereke, meg a súlya pluszba. Tehát, hogy súly, tapadási és mindenféle különbség, az minden a markolója vára dönt, de úgy érzed a fizika történet, a történet törvényet egy kicsit felülírjuk? Úgy egyeztetek meg a legelején, hogy nem savazzuk a sorozatot. <gül> <gül> ez, ez, nem a, ez nem a savazás, hát figyelj, pont nem érdekel, hogy ez valós, akkor is imádom és kész, tehát ez nem, ez nem savazás itt. Ja. <laughs> tehát mi itt a Night nem szavazzuk, csak beszélgetünk max. róla, de egyébként tényleg valóban elég fura volt. Főleg mondom nekem azt tetszett, hogy kipörög a kerét, mint az állat, ráadásul ugye ez egy homokos talaj, és utána egyszer csak hirtelen, Homos, igen, valami. és hirtelen a semmitől olyan tapadásra lesz a kitnek, hogy kész, ennyi, jó napot kívánok, megyünk. Markolostó minden estű. Hát lehet, lehet, hogy ezt a Miklós érdekkörébe kellene ezt a jelenetet utalni, hogy fejtse meg nekünk, de... Viszont végül is Michael eljut Bremenhez, végül végre találkozik a főgonosz és Michael Knight. Bremen. Jaj. Oké. Okay. Az volt a gondolat, hogy te szerepelni fogsz ebben a, a, a podcastban mostantól, de ezt most a gondolatot mostantól lehet, Tehát meglátod, Tehát meglátogatja Mr. Brément, és a finoman közli vele, hogy az embereit a markolóihoz pilincselte, úgyhogy, és oda dobja neki a kulcsot. Ja, és kölcsönösen egymás körbe smúzolják, hogy szép a lovat, szép a kocsid. És hát ugye miközben most már, ugye Freni, most már kiderül, hogy itt azért az após, tök jó fej ez a bizonyos Josh Morgan, és hát folyamatosan cseszteti Frenit, hogy hát nem kell ezt a michael állandóan bántani, ne legyél már vele ellenséges, mert nincs vele sem bajod és hogy igenis, igenis tessék örülni, hogy itt van, szinte már már a karjaiba kergeti, hogy hát randizzál már vele, öcsém, hát ne idegesítsél már, és hát ugye közli erre de hát a fiadnak a felesége vagyok, csak hát ugye az ő fia már meghalt, tehát özvegye vagy egész pontos, úgyhogy tessék bulikázni, és ne gyűlöld a michael főleg, hogy ugye Michael be is bizonyított egy pár alkalommal, hogy ő bizony azért hasznos csávó, hogy ugye azért a bikát is be tudták fogni, igaz, hogy semmi köze nem volt, meg kicsinálta, de ez most lényegtelen de hogy tényleg jön, megy, teszt, ez itt jön, megy, mint a távirat, tehát teljesen jó fej. Úgyhogy lehet neki örülni, úgyhogy megtörténik az a romantikus séta sátgánokkal a kézben, mert azért úgy sétálunk mindenhol, tehát azért. Ez egy ilyen kis flagmán fogja, ott így a lábánál, mint egy vízi én már várom, hogy mikor löjj lábon. <laughs> Igen. Aztán meg ölelkeznek, és közben ott egy kis puska így paskolja a feneket, meg a lába, teljesen romantikus. Ekkor van az a bizonyos ölelés, ölelős jelenet, amit ugye mondtunk, hogy az óriás és a törpe összetalálkoznak. Szafrényi megenyhül Michael irányába, de annyira nem enyhül meg, hogy neki ne legyen most már tényleg tele a mindene, és ezért úgy gondolja, hogy most már itt ez ideje a tettek mezeire lépni, és ha már a bikát nem sikerült odavinni, akkor majd most ő maga a farmra siet. És kemény lesz. Persze a fia az meglátja, hogy megy, és akkor itt ebben én érzek egy ilyen kis segélykiáltás dolgot is, tehát mondja, hogy ne szólj Michaelnek, hogy elmegyek. Ez a nehogy szólj, de légy szíves, már most jól. <laughs> nehogy szólj, gyerünk, mennyi, szólj neki, szólj neki. ennek, van egy ilyen kis mellékhang, és hát természetesen a magányos harcost igen hamar elkapják, és bezárják egy raktárkába, de szerencsére azért a gyereknek van annyi esze, hogy szól Michaelnek, aki a komplett familiával hát a trendszem hátsa ülésére becsomagolják a teljes családot, és megindulnak Freddy megmentésére. Óriási jelenet egyébként, mikor megérkeznek, ugye, kit végig szkenneli a házat, megtalálják, a raktárban van, áttörik a ne. falat, ezeket ismerjük, tehát de de az nem az, az hogy, hogy áttörik a falat, keresztül mennek az egész házon, úgy, hogy két oldalt körülbelül 30-30 cm az nem Hát, igen, plusz, hogy oda kiabálnak, hogy figyú, anyám, húzodj a falra, déli Már érted? Be vagy zárva egy épületben, és te kapásról tudod, merre van dél. Hát jobb vagy, mint a moha. Hát Err, szuperharcos. Hát... Ő egy ismeretlen házba. De hát az ellenségének a háza nem biztos, hogy annyira ismeretlen. Itt, itt jött a másik nagy kedvencem, hogy amíg Michael kiugrik, hogy a Frenit előszedje ebből a raktárból, az öreg, Láthatóan kétszer megpróbálja fölnyitni az ülést és kiszállni a kocsiból, de nem sikerül neki. Voltak nehézségek az autó kezelésével? Hát figyelj, azért a farmerek nem nagyon szoktak hozzá, hogy két ajtós sportkocsik hátsó üléséről hogy kell kiszállni, mert F-150-ből csak ki kell ugrani, tehát nagyon akarsz ott autózni, de ez nekem nagyon tetszett. Megmondom őszintén, én kellemesen csalódtam Kevinben, ebben a bizonyos gyerekben, aki ugye ennek gyakorlatilag annyi volt a szerepe, hogy de csodálatos az autó. Hugi, látod azt az autót odakint? Milyen jó! Úristen, milyen jó! Ezt meg meghajtotta a Pónit. De az nem csak az, hanem hogy tényleg annyi esze volt, hogy ő nem... Én attól féltem, hogy nem, ez a hülye és az anyja után megy, ezt, ezt is elkapják. És erre ennek tényleg volt annyi esze, hogy amikor meglátta, hogy gáz van, akkor nem próbált hősködni mert volt már ilyen, meg viszont meg lesz is, mert volt már ilyen, hogy gyerek, ugye abban a bizonyos részben, ahol szintén a volt, ugye a hangja a srácnak, hogy motorosok, a motorosok ellen, hogy, hogy ott emberkedni próbált, és hát nem igazán jött össze. Itt neki legalább volt annyi esze, hogy sztrájött, hogy itt a csodautós manus kell, ugye a sokszörrel és a magasságával, mert akkor ő majd itt segíteni fog a mutin. Ez azért, ezt, én ezt értékelem. <laughs> Sir <Knight. gül> Ez, Megint elment Attila, tehát, hogy elmentünk, egy nagyon fontos dolog, hogy megvolt az épületszken. De mi ezt láthattuk képernyőn. Tehát a C64-et megszígyenítő csodálatos grafikával, hogy mutatta, hogy az épületben pik, 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 a kis figurák mennek, és hát imádom. Tehát az előző részben is volt egy ilyesmi, és most megint, majd ezt kicsit most visszafejlődtünk, mert az előzőnek szebb volt a grafikám, mert itt is ki volt rajzolva, itt nem volt, de, 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 de csodálatosak ezek, a rajzok, én imádom őket. De tényleg, annyira cukik. És hát ugye Frenit kihozzák, ugye, ahogy ugye Dani is mondta, hogy gyakorlatilag átszakítják ezt a papír, papírfalú háznak egy részét, ahol gyakorlatilag minden a helyén marad, én is azt néztem és hát Freni tudta, hogy melyik az a bizonyos déli oldal, mert már pikpak beszáll, és hát ő igazából neki csak egyetlen problémája van, hogy őt elkapták. Viszont egy nagyon fontos információra fényderül mindeközben. Miben mesterkedik ez a csúnya Bremen? Nem más, mint a gát felrobbantásában, mert hogy már egyetlen egy megoldás lát hogy az egész területet víz alá kell helyezni, hogy minden úgymond élhetetlen legyen, ezért a függátot. Lényeg a lényeg, mindenki megindul a nagy víztározó felé, ugye ez az egész <coughs> kitegylet, Michael és a család shotgunokkal felfegyverkezve a kocsiban. Jó, hogy nem <laughs> voltak többen mert futott kettőre, szegény kitreködni, azt most nem <laughs> tudjuk eldönteni, hogy hogy volna. És hát elindultak a víztározó felé, amit borzasztóan felrobbantanak, ez mondjuk annyira a képeken nem látszik, hogy nagyon felrobbantják. Nekem azért volt a gyanúm, hogy ott megnyitották azt a víztározót. Mert hogy, tehát a nem vízfelüli oldalról vette a kamera ezt az aktust, robbanás nincsen, csak egyszer csak elkezd folyni a víz, ugye sound effectbe halljuk. Csavarónál volt a robbanás kívülről, ugye nem láttuk, ezért volt úgy valid a felvetés, hogy igazából ezt megnyitották, mert csak úgy nem elcsavarták, hanem felrobbantották azt a csavart. Jó, ja, hát nyilván azért, azért nem akartak felrobbantani egy igazi gátot a felvétel kedvéért. Ugye láttunk egy robbanást. De hát, hogyha már igazi kaszkadőrök, igazi autók, most komolyan tényleg egy víztározott egy gáttal, most nem megy. Ah. Na jó, de tegyük hozzá, hogy a víz után elkezd hömpölyögni, mint az állat, és az a víz az tényleg ott hömpölyög. Ott, ott egyébként tök jó felvételek vannak, tehát hogy a, ahogy abba a kanyomba törbe a víz, szinte ilyen természetfilmes jellegű, nagyon jó. És itt mondjuk nem hallottuk azt, hogy a gemenci erdőanyakocája először viszi hosszú útra kicsinyeit. Ezt mondjuk nem láttuk. Igazából jól emlékszem 78-ból, mert ez nem a Knight Riderben lévő felvétel. Lehet, hogy ez még az, ha nem csak a következő jelenetek, azok nem ebbe a részbe lettek fölvéve. Amikor robbantanak? Amikor a kitnél lesz majd a robbantás. Na most összekevertem. Nem mindegy. Még nem jutottunk el odaig, hogy kit robbancsom. Igen, mert ugye itt kétségbe esünk, hiszen ö, nem tudtuk megakadályozni, hogy felrobbantsák a víztározót, és hogyha hát, ugye odafarolunk a sziklaszír tetejére, és lenézve látjuk, hogy a gátból bizony, mert ömlik a víz, és most akkor vasszutún, hogy rögtön kétségbeesés, ugye Freni és mindenki kétségbe van esve, kivéve ugye Michael, akinek van egy mentő ötlete. És mégsem mentőt hív, hanem beugranak a kocsiba. <laughs> Attila, most ha nem szeretné szerepelni. Te... <laughs> Ezt te nem szeretnéd. <laughs> ja, engem nem zavar. Csak te szoktad mindig mondani, hogy a szóvíz bűnözés engem nem zavar. Ja, de hát az enyémek jó, jók. Hogy egy mérföldel arrébb, ugye van egy ilyen kis kanyon, és akkor siessenek gyorsan oda. Végül Michael azt találta ki, hogy ott a kanyonnak bedönti az oldalát, és akkor ugye ezzel fogják a víz útját elzárni, hogy ne áraszthassák el a farmerek földjeit. És szépen odafarol. Kittel, és. odafarmol És hát igazából egy hadgyakorlatnak beillő akciót kezd meg itt a óriás Óriási sziklákat robbant bele ilyen. Hát mondjuk azt, hogy azért nem túl a célos lövegekkel. Hát előhívja azt a bizonyos rocket fire vagy rakétabomba feature-ét, mert hogy neki ilyen is van, amivel icikebb kis rakétatölteteket tud kilőni magából. Tehát ez megint egy kit feature. Ahogy -e. látjuk, hogy tényleg a picikét tudnak kilőni magából, hát amilyen robbanásokat csinál, azért abban volt technika. Itt azt látjuk, hogy itt elég komoly szírtrobbanások vannak, tehát sziklatömbők, bazinagy sziklatömbök hullanak alá, és ezek azok a felvételek, de amiről beszéltél? Uh -huh. Igen, erre gondoltam. Na mesélj erről egy picit, mert így itt nagyon szépen látjuk azt, hogy a kedves hallgatók e, tudják, hogy miről beszélünk, hogy itt tényleg nem csak ugye a víz szépen, hanem itt tényleg lerobbannak azok a bizonyos sziklák, és látjuk, hogy hullik ez a hatalmas És, sok. és nem cégéi, tehát, hogy ráadásul, <laughs> ugye 80-as évekről be, ez nem cégéi. Szinte éreztem a por szagát, na, de hogy volt akkor, amit mit láttunk? Hát mi igazából nem a máj. Night Riderből láttunk jeleneteket, hanem 78-as Supermanből, annak a képkockáiból hozták át ezt az egészet. Ezt nem is tudt ezt nem, ezt nem, tudtam, de, 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 nekem tetszett, tehát jól, jól, meg lett csinálva, én tényleg hihetőnek tűnt amúgy, hogy ez így történt, tehát jól össze lett ez vágva, meg jól meg lett ez csinálva, tehát hiába akarunk belekötni, nem fog menni úgyse, mert tök jó volt. Persze igazából a korszellemhez képest tök jó a vágása, nem csak úgy ennek a jelenetnek, hanem úgy alapvetően a Knight Ridernek, tehát ez egy 80-as évekhez képest szerintem tök jó vágása van. Itt kell hozni a dinamizmus. Meg a, a dinamitot is. És ugye a, a sziklákkal végig sikerül eltornaszulni a víz útját, úgyhogy boldogság van és juhú, tehát Michael knight a csodálatos ötlete bevált. Egy dolog viszont senkinek nem jut az eszébe, hogy attól még a víz föntről jön tovább, tehát valakinek fönt is meg kéne csinálni. Nyilván úgy vannak vele, hogy meg lehet csinálni, de hogy én azon gondolkodtam, hogy a víz nem fogyált, tehát hogy ez tényleg ennyi mennyiség elég, hogy feltartsa azt a mennyiségi vizet. Tehát ehhez kéne az, hogy izé Mário és Luigi menjenek, és a föntig gátnál megcsinálják a. És akkor megcsinálják. Mindenesetre Brémen és az embere is kerültek. Megmenekül mindenki, most már nem csak jogilag, hanem törvényileg hogy a Vasszer a farmeroké úgyhogy most aztán lehet öntözni, itatni a jószágokat, etetni a kukoricát, mindent vízzel. Hadd dobjak még egyet közben. A Freni az közben mondta, hogy 6 ezer, 6 ezer szarvasmarha van, ezen igen. a nyolc Igen. igen, én is elkezdtem matekozni, de belefáradtam. A 80-as évek elején Magyarországon voltak olyan 5-10 ezer városokhoz tartozó ts ek akiknek nem volt ennyi szarvasmarhája. Ez meg egy nyolc családból álló. És egy is. ilyen, ilyen jószágban, hogy hat galló vizet, vagy mennyit szippant fel egy nap? Tehát, hogy iszonyatos mennyiségek jöttek itt ki. A patakozásnak nem álltam neki, mert a vízrésze az kevésbé érdekelte. Ez ütötte meg a fülemet, hogy 6000 szarvasmarha az nagyon sok nagyméretű TS-eknek, mert ugye 80-as évekről beszélünk. Nem volt ennyi állata szerintem. Giga TS. Hát igen, csak ugye az az egyik alapfelvetés, hogy az alapítvány az ugye a elesetteket, szegényeket segíti, hát azért, azért marhával. Na jó, de hogyha nekik most itt ez vége van, akkor ők elesnek és szegények lesznek, pipa. Na jó, mindegy, a lényeg, a lényeg, ez egy nagyon nagy szám volt, és nagyon, nagyon fülbevágó volt. Meglettek mentve, mert hogy mindenki is ittre került, akinek ott a helye, és hát a zárszóban ugye Bobby a bika megint elszabadult, hogy itt köszönni a lehetőséget, és akkor újból neki fog befogni a bikát, amit mi ugye már nem látunk, de ezzel zárul a rész. Igen, vissz visszatér, ugye, véd, ügyvéd. <laughs> Akinek egyébként egy nagyon jó poénja mellett elmentünk, ugye. A legelején. A legelején, mikor az ajándékot kapták, és ugye elindult a robbantás, és ezt most megtartatjuk, vagy vissza kell adni. <laughs> Az ügyvédnőnek az volt a problémája, hogy akkor, hogyha most felrobbant a gát, akkor ezek szerint akkor azt az ajándékot, amit ő kapott, akkor most neki vissza kell adni, mert ezek szerint ez most nem jár. Tehát zseniális gondolkodás, ezt Tóval én is, is. összekapásban nekem is ez jutott volna eszembe. Tehát kicsit sem vagy önző babám. Tehát... De végül is nem tudjuk, hogy az eredetet vissza kellett adni, valószínűleg nem kellett, úgyhogy azt a üveg serleget, vagy mi a náthát, ezt végül is megtarthatta. úgy azóta... Utat... ők sem tudták megfejteni, ugye, hogy mi az. Nem, a Devon, a gondot okozott Egy... definiálni, hogy ez micsoda. szépen köszönjük ezt a, ezt a... Ö, ö, igen. ajándékot. Mindenesetre védügyvédnő, Boldogan ihatta belőle este a pesgőt, mert megtarthatta valószínűleg legalábbis. Számomra az az utolsó zero nagyon kínos volt, tehát úgy, 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 már hogy a gicsnek a kimaxolása volt egy kicsit, de... A Bobival való újra huncutkodás a kitnek? Igen, amikor ott kimerevedik a kép, és ott van mindenki, és úgy hirtelen nagyon boldogan mosolyognak. De egyébként meg úgy az egész rész számomra egy Lucky Luke epizód volt ott volt a három kis bandita, ott volt ugye a Michael meg a Kit, és akkor úgy a gátlástalanság kimaxolása meg így. Gátlástalanság. Ez tök jó, ez így eszembe nem jutott volna, hogy a Lucky epizód, de így, ahogy mondott. Nem, rossz. nekem tök jó hozta ezt a western feelinget keverve Szifivel, tehát hogy szerintem ezt nagyon jól kimaxoltam. Alapvetően tetsz. De ugyanakkor ez egy kicsit ilyen tingli rész volt amúgy, tehát mondjuk... Nekem tetszett. Azt nem mondtam, hogy rossz volt, csak olyan kis, olyan kis egyszerű, tehát hogy megint ez, ez... Nekem egy kicsit akciószegény volt. Maga a környezet, az, az tök jó volt, meg hát most ezt megtudtam Danitól, hogy azok a Supermanből kölcsönvet képek, lélegzettel állító képek voltak benne. Tehát főleg ez a, az, a, ahogy ömlik ott a víz, beomlik a kanyar, tehát ezek marha jó felvételek voltak. Én a Night rider mindig ezért is dicsérem. Nekem az elvitte a végét, és nem hiányzott a végére. Tényleg ez, amit a Dani mondta, ez a kicsit gicses lezárás, de hát ugye kellett valami szívderítő a végére. De ez klasszikus, ez klasszikus Night Rider, tehát csomószor láttuk ezt, hogy, hogy nagyon vígak mindig, és akkor de boldog mindenki, mindenki szeret mindenkit. De itt még az a nagy kérdés, Attila, te szeretsz -e minket? Jó volt-e ebben a Hello Party részben szerepelni? Milyen érzés volt? Hát próbáltál többször kiutálni ugye itt a felvétel közben. Sajnos azt kell mondanom, hogy igen. Látunk még itt akkor, ezek szerint látunk és hallunk. Hát sajnos azt kell mondjam, hogy igen. Erre az hallgatok és... Ó, oh, hát basszus. Na jó, nem szavazzuk egymást, mindenki szeret szeretné? Aki úgy gondolja, az most nyomja meg a leiratkozás gombot, majd újra a feliratkozást. Na jó. Nem, Attila, marad kedves hallgatók, és mi is fogunk majd jönni a hetedik részben, ahol pedig a Nem Nagy Ügy című részt fogjuk kibeszélni, tartsatok akkor is velünk. Dankó Dániel Tibor, Melon Attila és minden kollégám nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy a hibai üzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.